Vereckei Zsolt élete 6. paraolimpiáján bronzérmet szerzett fő számában 50 méter hátúszásban, így ezzel összesítésben már 3 arany és 3 bronzérem büszke tulajdonosa. A kitűnő sportembert és edzőjét, Pass Ferencet kedden délután Zsolt munkahelyén a Bajai Szent Rókus kórházban fogadták. Hát fantasztikus élménnyel lettem gazdag. Az az őrság, hogy addig még nem úsztam le a fő számomat, az 56-at, addig tel izgalommal. De ez egy ilyen, ez egy világ egyik legnagyobb sporteseménye. Hát itt erre készültünk. Hál' Istennek, ami célt kitűztünk, az sikerült. Kiválóan éreztük magunkat Londonban. Szerencsére volt lehetőség nem csak a paralimpiát nézni, hanem a várost is. Viszonylag sok felé sikerült megfordulni. A paralimpia hangulata mellett London is eléggé megfogott. Igazi metropolis, óriási város, szuper, nagyon jó, tényleg. Elmentünk az Európaházba, a brit nagykövet úr meghívott bennünket, ez még a főszámom előtt, meg a lelkész úrnál voltunk, meghívta a magyar csapatot, és ott voltunk. Hát így a városon, hát városba mentünk, hát így az elég sok mindent láttunk így buszból, de utána azért a főszámom után azért elmentünk bulizni az éjszakába, úgyhogy ott azért egy jó pár órát azért eltöltöttünk. A megnyitón nem voltam, mert első napon úsztam az 50 gyorsot, azon nem voltam, de a záróünnepségen voltam, fantasztikus volt, szuper, szuper show műsor. Én a hármas pályán voltam, hármas pályán voltam, itt a Brazíliád, aki világcsúcsot is úszott most 56-on. Nagy izgalom, hát a Pass Ferenccel indulunk, ő segít az indulásban, és hát rettenetes idegállapotban voltam, beszéltem mindenütt. És akkor mindjárt arra kell nagyon figyelni az indulásnál, hogy nem szabad mondjuk a felének, aki segít, hogy mozdulás, bemozdulás, mert akár kizárhatna. A kínai versenyző, mivel nincs, igen, az nincs karja, ő a fogával tartja a... Igen. A Diaz, az látom, az elég jó elment. A kínai. Igen, a kínai. Félelmetes egyáltalán is. Közel is a bolt vagyok a... Ahol van az egész? Itt, igen. Ez a Zsolt van. Most a, ez a brazil? Ez, igen, ez igen, a ott a tap. Fölülről a harmadik. Ez a pálya. Igen, igen. És akkor a... És itt az angol, akit... Szorongatott. Igen, igen, hát most így nem annyira láttam, de állítólag kicsit előrébb is volt ugye a közepére, nem? Nem láttam, az igazság. Nagyon nehéz volt fölkészülni, hát rengeteget úsztam, és nagyon-nagyon elfáradtam. Nagyon-nagyon, és ilyenkor már, amikor túl van az ember a nagy világeseményen, azért ilyenkor kicsit máshogy gondolkozik az ember, de nem tudom még, tényleg nagyon elfáradtam, nehéz ott lenni a toppon, és mindig akkor kell a legjobb időt úszni, legjobb eredményt felmutatni, amikor a legszükségesebb, hát ez, és ezt mindig hozni, ez nehéz, ez nagyon nehéz. Én nem sapkába úszom, Zsolt. Nem szeretem a sapkát. De nem szeretem a sapkát, egyáltalán. Én sose úsztam sapkába, és nem szeretem. Próbáltam már, de nem. Ez két tizedet. Van már. Megvan. Van a következő Rióban. Majd Rióban. Majd kopasztom. Cselaci. És azt a technikát, ami a kínainak van, azt nem megkapok rá, és akkor még gyorsabban lehetne. Szinte csak várva egyszer. Azért voltak a meccsenek, és plusz még a nélkülásra. Nem semmi, ami... Ahogy úsztak meg. Kínai nincs. Csak a perc. Két másodperce jobb a csapat. Igen, de mi sem álló lábra, hogy van? Hát neki két egészséges lábon. Tehát az más.
Voltál amúgy az úszáson kívül más eseményeken is nézőként? Sajnos nem tudtam elmenni, mert olyan kártyánk volt, amivel sajnos nagyon más létesítményekben nem mehettünk be, és azért pár versenyt azért megnéztem volna, meg a többiekkel megnéztünk volna, sajnos ez nem sikerült. Nálunk hagyomány kórházban, hogy aki a kórház hírnevét öregbíti, azt meg szoktuk ajándékozni valamivel. Ezt a bronz pakettet általában orvosok kapják, de úgy gondolta a vezetés, hogy tekintve, hogy ez egy világra szól, és rémkormányan mondom, ez egy világra szóló diadal, és mert kórházban dolgozó erőben büszkék vagyunk rá, és gratulálunk is valahogy a szerintem. Mi a férfi emberről szóval nem virágot kap, hanem a kórház barát. Köszönöm. És én arra gondoltam, hogy tényleg a Zsoltnak az eredménye óriási, büszkék vagyunk rá, és szerintem itt az alkalom arra, hogy a Zsoltnak gratuláljunk egy Budapestből is. Úgyhogy... Ennek szeretném így átadni, hogy így meg lehet. Mindenkinek most egyet. Csokiból előttem. Nagyon jól esett, és nagyon jól éreztem magam, hogy a főorvosi értekezleten itt fogadott a vezetőség. Végén még doktori címet kapsz. nem, csak, de jól esett nagyon, köszönöm. 2012-es olimpia vaslanya, ezt árverésre szeretném bocsájtani, és a befolyó összeget, a Bajai Szent Rókus Kórháznak, ami majd meg lenne beszélve, hogy mire lehetne költeni, azt szeretném akkor. Én meg csak egy fél mondatot, én éppen 30 éve vagyok, én sikerült dolgoznom a traumatológián. Én azt mondom, hogy semmi sem kizárt, most egyenlőre a pihenés jön, meg egy kicsit az élmények feldolgozása, aztán jövőre lesz egy világbajnokság Kanadában, hogy arra majd hogy készülünk, vagy készülünk egyáltalán, és hát a következő paralimpia 4 év múlva lesz, addig még sok víz lefolyik a Dunán. Majd meglátjuk, hogy hogyan tovább, majd a mesterrel, Vas Ferenccel beszélünk, és akkor majd meglátjuk. Hát azért így szeretném azért megköszönni azért az elmúlt években, azért a Paksi László edző is azért részt vett a hosszú pályafutásom alatt a felkészülésemben, az ő munkáját is szeretném megköszönni, és hát mindenkit, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni a Bajai Szent Rókus Kórház dolgozóinak, hogy drukkoltak értem, gondoltak rám. Nagyon jól esett, és a Baja város lakosságának, környékbelieknek, mindenkinek. A kórházi fogadás után a keddesti edzésen az úszótársak egy speciális tortával köszöntötték Zsoltot.